én azonosítottam. Máshol sehol nem volt sérülési nyom, kezén sem, csak a fején. Rajta volt a mentő. És ott ugye hát a 4000 ember el lehet képzelni, gyerekek mentése, Sanyi különösképpen nagyon szerette, hogy mondják a kollégák, hogy kisgyerekekre ugye egy teljes más méretű mentő mellénykel a szaladgát kerestet ráadta, és még utána ő elindult az ötösdekre a felsérülése. Tehát ez annyira látványos és egyértelmű, hogy őt egy nagyon komoly sérülés érte, fejre való. Ez gondolom plafon leszakadás, hogy ahogy a hajó több ízben dőlt különböző szövegbe is, hát ott akkor minden mozdul, minden reped, oszlopok, ugye egy ilyen hajón, hát én voltam többször, tehát ismerem, ezért tudom konkrétan, hogy a dekken nem érhette baj. Megkerestek idáig ügyvédek, vagy segítségképpen természetesen ezt kihangsúlyozom, mindenkit elutasítottam, nem kvíztam meg senkit, távolról sem igaz, hogy az akár az amerikai, bárki is, vel is nem is találkoztam, nem írtam alá semmit, álhírek, álinformációk. Mit szerettem a legjobban? Hú, hát mindent, úgy, ahogy volt, úgy, ahogy létezett. Az a kedves, mosolygós Maci arca, az a nevető szeme, ahogy játszott, hát szóval a játékát, egy művész játékát soha nem lehet megszokni, mindig másként interpretál. És minden játék a szívéig jut el az embernek, és mindig is csodáltam a hegedű játékát, mert az úgy szólaltak meg a hangok olyan gyönyörűen, az az ő egyéniség, az maga ő, amit előad. A darab az adva van, de amit előad, az már ő, az az ő lelke van benne. Azt a fájdalmat, hogy egy anya a gyerekét veszítse el, azt egyszerűen, azt nem lehet, nem is lehet semmit rámondani. Megfogalmazhatatlan. Nem tudom semmilyen fokozatát, csak az, hogy szóval valahogy a lelkünk is úgy meghalt vele. És tehát nagyon sokáig nem hittem el, hogy ez valóban megtörtént. Sőt, a mai napig úgy érzem, mivel 10 éve járja a világot, hogy talán kint van, és valahol játszik, és valahol koncertezik, és majd jön.